Kedvezménnyel segíti a kisvállalkozókat Szekszárd önkormányzata. A városban 100 négyzetméternél kisebb helyiségben működő vállalkozásoknak ugyanis nem kell ingatlan adót fizetniük. Erről közgyűlési hatáskörben eljárva döntött Ács Ezső, a megyei jogú város polgármestere. A kedvezménynek köszönhetően sok szolgáltató és cég mindennapjai lehetnek könnyebbek a járvány harmadik hulláma alatt. Minden olyan vállalkozás, amely ennek köszönhetően pluszforráshoz jut majd, egy lélegzetvételhez jut, és fel tud szabadítani forrásokat annak érdekében, hogy Szekszárdon a vállalkozó élete újra tudjon indulni. Ez minden vállalkozásra vonatkozik, de elsősorban 1000 kis vállalkozás fogja segíteni, érinteni. Ács Ezső hozzátette, ismét gyűjtik a pénzt egy úgynevezett újraindítási alapba, amire a nehéz helyzetbe került szekszárdi cégek pályázhatnak majd. A számla számra már 5 millió forint beérkezett. Minden hónapban a képviselőtiszteleti megspórolásából eredő többlet áttörlés meg fog történni, illetve az ingatlanoknak köszönhetően maradnak források az igazán nagy vállalkozásoknál, és az önkormányzati cégeknél is. Úgyhogy mindenkit szeretnék arra bíztatni, hogy ezek az áttörlések történjenek meg. Az újraindítási alapba a tervek szerint megközelítőleg 100 millió forint érkezik majd. A Korcsmár István vezette vállalkozói kerekasztal ehhez jelentős összeggel járul hozzá. A támogatásra a városban működő 4200 cég pályázhat majd. Szekszárd polgármesterének nem ez az első olyan kezdeményezése, amivel a helyi vállalkozókat segítik. Decemberben arról döntött, hogy nem 1 millió, hanem 2 millió forintos bevételig nem kell fizetni helyi iparűzési adót a szekszárdi cégeknek. A polgármester kiemelte, az a céljuk, hogy a város gazdasága minél előbb újrainduljon.